Mifelé van pár szokás, ami még előfordul talán más vidékeken is, de főként Erdélyben úgymond szokás. Ezeket fogom megmutatni nektek, és elmesélni, hogy hogy is van ott. Hát aki nem itt lakik, az el se tudja képzelni, hogy most milyen hidegek vannak erre felé, hogy milyen porozók, és milyen mocsok szélfú. Hát az a helyzet, hogy régább sokkal nagyobb viharok voltak télen, és nagyobb tél volt, nagy telek voltak, így szokták mondani, de mi ettől már azóta elszoktunk, és most egy kicsit rosszul esik a hideg, csípes. Na de hát ezért éppen megyünk most Apácára, Farsang temetésre, hogy a hagyományt megtartva üzzék el a telet, immár egyszer. 4 éve várok már egy meghívóra onnan Bölön, Apáca űrmes térségiből, úgyhogy végre 4 év után Apáca megmentette a többi falunak és a becsületit a szemembe. Alig várom, hogy odaérjek, s meglássam, hogy ez miből esás, hogy mint már. Teljesen máshogy van ott a farsangi népszokása, hogy itt volt ezelőtt még pár évvel nálunk felé. Pedig hát 50 kilométerecskére van tőlem, igaz, hogy Apáca Brassó megyébe tartozik, nem Kovásznál, de épp a határ szélén van. És úgy fel kellett öltözni, mint egy hokikapus, mert tényleg aztán egy erős hideg, most nem akarok megfázni. Na, itt találhat egy traktor és egy kóborszekér, az elválnak a kóborszekér. Annak idején a kóborszekeret lovak húzták, de mi úgy gondoltuk, hogy most már modern világ van, és egyet újítunk. És most már felöltöztettük a traktor. Ezt is körbevettük náddal, mint a szekérnek a tetejét, ahogy látszik. Telítettük mackokkal, amiket annak idején használtunk mi is. A szekeret körbe raktuk poszterekkel, felraktuk azt a bábot, és azt az elmért, annak az a neve a rupi. Meg lehet ennek húzni a farkát. Ennek a szekérnek a szerkezete tiszta fából van. Azt megmutatom. Szekért körbeveszi nád. A nádat azt is egy eseménynek lehet már mondani. A nád egy olyan esemény, hogy elmegyünk, fiatalok mi, levágjuk a nádat. Egyet még iszunk közben. Gyere arra, megmutatom a bábukat is. Itt található két báb. Ez egyik magyar ruhában, ott a magyar ruhában. És itt akármilyen ruhában, például cigárruhában is lehet tenni. Kitaláltunk két akármilyen nevet. Ennek a nevet Barbie Dezsőke, ennek Józsi Smari. Annak idején, még itt a kóboron, még volt egy gólya is. Most sajnos az elveszett. Az indulás az úgy lesz, hogy előre mindig szoktak lenni a zenészek. Akkor leszünk hátul mi, akiknek az a neve, hogy Tulusok. Aztán jön a kóborszekér a traktorra. Aztán itt hátul majd lesznek a lovasok, akik fel lesznek, kb. 4 pár ló lesz az idén. És aztán jönnek a medvék, akik... Thank you.
Agneikám! Ez Csabik a hely! Ha ezzel lerakod, mi? Jöjjön márásztani! Jaj, amit gyűjtettél, ezt leteszed? Há, hogy nem? Mit gondolsz? Hogy nem? Mit kell? Tessék! Hagyjátok ide az izény! Kosomat! Hát nem a tiéd! Hol az én kosomat? Most vedd be, te... Gyere, szépen, visszatok! Addig nincs indulás, még nincsen kirakva. Ást is lehet kiadni. Na hát értesülőseim szerint ezekből a tojásokból, amiket éppen itt most pakolásznak, abból lesz a tojás rántotta, lesz egy ilyen ebédszerűség. Na te is eszel, csóró! Itt eszem! Én is eszek? Mit gond? Elcsíptam a mennyasszony, és rá kell basszom, mert egy cseszét rossz dátumot választott a házassághoz. Hogy mi történik? Kurva hidág van! Mit mondtam? A mennyasszony erős rossz dátumot választott. Ezt a hideget nem felejti el senki. Jaj, megfagytunk, hely. Közben megmutattam akkor, hogy elől a tulusok, ők azok, akik azért lettek tulusok amúgy, mert hát ők voltak azok, akik mentek katonának, és akkor elővonultak ők, ezért lett a nevük tulusok, hogy ők gyűjtögetik a tojást a falu népitől, hát több mint 5 vagy 6 kofrácsal már összeszedtek, úgyhogy nem semmi.
kezed. Kezed megfagyott? Jó. Hát se privált szetteljed őket. Próbálom. Hát itt a végén azt láthattátok, ahogy a falun végigjöve a tulusok, ugye, akik ezelőtt vonultak be katonaságba, csak hát ugye már nincs katonaság, na de hát a tulusok azért még tartsák azt a szokást, hogy amiután visszaér a karaván, úgymond odaonnan indult, utána a tulusok még a falun végig mennek egyszer, és énekelnek jó hangosan. És akkor, amikor végig énekeltek a falun, utána mennek, és én az eszemiszom, ugye, ahol engemet is meghívtak, és ettem egy jót, adnélkül nem szabadott útnak induljak haza. És hát ugye mondanom se kell, hogy milyen jól éreztem ott magamot, és köszönöm szépen a meghívást. Tényleg, hogyha nem is minden kapuba, de minden második kapuba a nagy hideg ellenére, és már amúgy mínusz 17 fok körül volt a hőérzet, kiálltak az emberek, ki pánkóval, ki tojással, ki pénzzel, de tényleg, hogy oda tették magikot, úgy a falu apraja, mint a nagyja. Felvételeken keresztül még az érzés fele sem menjen át, amit ott helyben tapasztal az ember, úgyhogy ha tehetitek, jövőre nyugodtan látogassatok ki Apácára, nézzétek meg a farsang temetés személyesen, és ott élőben helyszínen megéri. Nos, hát akkor ez lett volna a Székely népám szokásai újabb része. Igaz, hogy Apáca ugye Barcaság területén van, és már nem Székelyföld része, de hát ahogy a videó elején is elhangzik, Erdélyben és Székelyföldön úgymond szokás, úgyhogy Erdélynek jócskán része. Én Mr. Originality, azaz Csabika voltam, köszönöm a figyelmet, feliratkozás mellett a csengőt, ezt nem szabad elfelejteni. Stjuklár budlár mindenkinek, szevasztok!